Sziasztok! Ma folytatom a Total War Warhammer 3 Realm of Chaos kívásos végigjátszásom a Kislevvel. És ugye itt maradt abban, hogy Catherine-nel megérkeztem Zincs birodalmába. És ugye megtámadtam Kugat Plaguefather-t, mert ugye megállt mellettem erőltetett menetben. És arra gondoltam, hogy legyőzöm, mivel szerintem nem lenne nehéz legyőzni, még ugye automatikázáson is győznék, úgy, hogy nem veszítek el egységet teljesen. És ugye, ha őt legyőzöm most, akkor ő már ugye nem tud lelket szerezni, ha minden igaz. Nem körben, mert ugye az első megjelenéskor, ugye az első portálok, mikor megjelentek. Bár még mielőtt elkezdem a csatát, kell ugye energia, szóval bontok egy olyat, hogy burn, és mehet a harc. Oké, amúgy a terep az igazából egész jó. Ha ők támadnak engem, akkor ugye csak itt tudnak jönni. Vagyis hát lehet, hogy körbe jönnek, de... annyi az egész ugye, hogy az ellenség erőltetett menetben van, ami azt jelenti, hogy ha körbe akarnak jönni, az egy fél óra nekik, szóval... ja. Mert ugye a Nurgle egységek azok még alapból is ugye rendkívül lassúak. Nurgle-nak ugye ez a legnagyobb gyengesége szerintem, hogy rendkívül lassúak az egységei. Oké, egész ide hátra kell jönni. Oké, jönnek ők. Nem jönnek, mert ugye Kugat Plaguefather neki ugye van előcsatározó képesség, és valójában használja is, ami azt jelenti, hogy megvárom, ugye még elfogy a lőszer. A legjobb az egész, hogy itt van ugye ez a csomó fa, és felfogja a lövéseket. Várjunk, ez a Patriarch, irány ide. És... Ne. Gondoltam, hogy elhasználják ugye ezek a lőszer, de mégsem. For the ice. For the motherland. Maci. Oké, az ellenség még mindig csak ugye áll egy helyben. Bár néhány egység előre jön. Iceguardok előre? Ja, Iceguardok előre. Nagyon király egység amúgy az Iceguard. Még a neve is ugye nagyon király, hogy Iceguard. Oké, ennek az ellenséges hősnek lassan vége.
mennyi ronda nörgling. Te jó ég. Oké, okay, hősök vissza, és Ice Guardok csak egész ide. Vagyis nem igaz, mert Ice Guardok előre, hogy leszedjék ezeket a repülő nem tudom micsodákat. Plague drones. Oké, okay, annak az egységnek nagyjából vége. Lőjük azt a Plague Bearers of Nurgle. Oké, okay, az ellenség már elképesztő nagy veszteséget szenvedett. Oké, hősök vissza. Obey the orthodoxy! Karina Cut!
el onnan! Ó, te jó ég! Kugat Plaguefather egy kicsit erős közelharcban. Ám bár Army losses, wow, a Snow Leopard az kapta rendesen. Ja, hülyeség volt előre küldeni, de mindegy. Igen, ugye Kugat Plaguefather elég sokáig bírja. Még ugye csak instabil. Próbálja ugye eltalálni Catherine-t. Ám bár lassan vége lesz neki. Ez elképesztően jó volt, csak ugye elszúrtam azzal a végén, hogy a leopárdot ugye ráküldtem Kugatra. Nos, ugye három veszteségem lett. ugye az, hogy erőltetett menetben voltak, már az elképesztően nagy előny volt számomra, mert ugye alapból a Nurgle egységek rendkívül lassúak, erőltetett menetben voltak, emiatt ugye még lassabbak voltak, és még mágiával is tudtam lassítani őket, szóval olyanok voltak nagyjából, mint hogy egy helyben állnak. És ja, ez jó volt. Igen, most mondjuk egy kicsit meg van fertőzve a sereg, de nem gond. Ja, chance of a plague of spreading 80%-kal kevesebb és 30 lakosság növekedés helyi provincia. Kugatnak rendkívül jó trétje van. Várjunk, most hogyha ez itt ugye egy mínusz 80%, ugye? És nekem egy provinciában aktiválva van ez itt. Ez ugye 40%, szóval ha úgy veszük, akkor Catherine serege, ha például Prague provinciájában ugye ez a képesség aktiválva van, Power of the Church, akkor Catherine serege elméletben nem lenne szabad megfertőződjön, ha például jön egy ilyen sereg, ami ugye megfertőzi a seregeket. Elméletben. Ha, 120% védelmem van. Oké, az jó amúgy, az nagyon jó. Kell a Guardian Call, és kéne ez. Rendben, az ugye nagyon jó csata volt Kugat ellen. Let the frost empower us. Ezt a várost megpróbálom megtartani, talán összejön, talán nem. Ha nem jön össze, úgyis jó. Oké, a következő körben tovább tudom fejleszteni, ugye Prágot 4-es szinten. Ugye a 38. kör jön, és Prág is már 4-es szinten lesz. A következő körben Kislev eléri ugye a 4 lakossági pontot, utána még vagy 8 kör szerintem, és meg lesz az 5 lakossági pont, és jöhet ugye az 5-ös szintű főépület, ami elég durva. Talán még 50 kör előtt, 50. kör előtt meg lesz az 5-ös szint, ugye, Kislev.
városa, ugye? 5-ös szintre lesz fejlesztve. És még el se érem az 50. kört. Maiden of the Frosts. Azért az elég király szerintem. Oké, azt hiszem megint belépett valaki, valahova. Igen, ugye az a csapat... Oh. What the... Na ne szívas már játék! Ó, pedig ez annyira jól indult. Amúgy, ha jól láttam, akkor az egyik frakció már ugye a Legion of nem tudom kicsoda. Ők már lassan elérték a izét. A tornyot. A bakker. Ez annyira gáz. Ez nagyon gáz amúgy. Ez nagyon-nagyon-nagyon gáz. Még a végén meg lehet, hogy mégsem tudom megszerezni a lelket amúgy. Hát az rossz lenne az egyszer, biztos. Szép volt, az a sajátjait találta el. Oké, okay, már csak a izé maradt a Lord. És ha minden igaz, ő sem sokáig. Ez így valójában nem jó, mert ugye az AI már közelebb van a toronyhoz, mint én. És az nem jó. Igen, ugye a Legion of Chaos. Igen, ugye itt van, ha bemegy oda, akkor átteleportál oda, és utána irány ide. Á, bakker. Sarina Catherine of Kislev.
Hát ez nagyon gáz amúgy. Pedig ez az egész annyira jól indult. Fucker! Ez nem igaz. Amúgy hogy a fenébe jött ő egyből oda? Létezik ugye, hogy az AI ide spawnolt le és egyből lejött ide. Ja. Onward. Never falter. Ja, oh wow, még át kell jönnöm ide. Hát ide, utána oda, oda, ő pedig... az AI meg egyből leszpanolt ide. Vagy... vagy ide? Hát ez gáz. Meg lehet, hogy előbb megszerzi az AI a lelket, mint én. ötezer dénárt ugye elhasználok arra, hogy befolyást veszítsenek, és megidézzük Saliakot megint, mert... kell ugye az újratöltődés és a lakosság növekedés. Maiden of the Frost. Rendben legyen, ugye még egy körváltás, aztán lássuk, hogy mi lesz. Szerintem ezek itt meg fognak támadni, mind a kettő, ha minden igaz. De nem baj. Ó, te, várjunk! Az AI más irányba ment. Oké. Igen, gondoltam, hogy ez lesz. Oké, amúgy arra gondoltam, hogy csak a hősöket küldöm előre, meg a... meg Catherine-t, ugye? Amúgy az, hogy az AI más irányba ment, az nagyon király. For Kislev, for the motherland! Time and again, Kislev has faced worse than this rubble. Három maci. The motherland endures! Várjunk, ez az egység előre tart. Pain is duty.
Rhine. My faith needs power! The Queen marches! Frost Maiden! Urson! Saliak! Dodge! Oké, okay, az Ice Guardok elintézik ugye azt a Blue Horrors of Zinch egységet. Mondjuk lehet elérik őket és némi veszteséget szenvednek. Vagy nem, mert ugye pont hogy army loss az. Oké, okay, amúgy a másik csapat ugye az nem támadott meg. Oh, hello. Oké, okay, arra gondoltam, lehívok egy lordot Kislevbe. I serve the Raven God. Scarbrand belépett ugye a Plague Lord területére. Várjunk, hova lett izé? Itt van. Rendben. Sarina Catherine of Kislev. Várjunk, én a izét keresem, ugye a vöröset. Az valójában ott kell legyen. For the motherland. Irány ide. I am a god. Oké. Ha minden igaz, meg fog támadni engem. Ám bár én amondó vagyok, hogy le fogjuk tudni győzni. És... None shall question me. Még akkor is, hogyha ugye erőltetett menetben vagyok, csak ugye nagyobb veszteséggel. De utána tudom pótolni a saját veszteségemet. Szóval nem lesz gond. Igen. Megjelent, ugye? Oké, tudok képezni még egy Patriarchot, igen. Egyből hatos szinten. És ha leképzem őt is, tudok képezni még egyet. De ő, és ugye ez a karakter már nem kell. De ugye a Patriarch az megmarad. We are in winter's embrace. Stay healthy, Kislevites. Oké, okay. Igazából a játék ugye azt mondja, hogy nincs extra fenntartása, hogyha lóháton van, de valójában van, mert ugye 2500, vagy minusz 2557 dénáron van, ha kap lovat, akkor minusz 2582. Csak nem írja. Egyelőre. Ám bár lehet, hogy a következő körben fogja írni. Rendben. Van egy olyan nézésem, ugye, hogy ez meg fog támadni ugye ezzel a sereggel a csávó.
Chaos valami, Chaos démon. Mondjuk itt van a izé, itt van a Mirror Guard és a másik Regiment of Renown, a Demon... Demon Spew, Forsaken. We are one people. Oh! Oké. Nem támadott meg. Mi a fene? Kicsi furcsa amúgy, hogy nem támadott meg. Pedig, hogy őszintén legyek, mertem volna fogadni, hogy megtámad. gondolom ugye az AI-nak fontosabb a lélek, mint ugye, hogy legyőzzön engem. Vagy megpróbáljon legyőzni. Ami igazából logikus. Hogy az ugye jobban kell neki az AI-nak, ugye a lélek megszerzés az fontosabb. Pont, hogy nem látom őket. Bakker. Ja, ez nem volt a legjobb, mert pont, hogy eltűntek. Amennyiből lehet ugye minimalizálnám a veszteséget. Oké, hasszem ennyi volt. Valójában ez nem egy ilyen, igen, ez egy ilyen Chaos Sorcerer. Chaos varázsló, nem ilyen... démon. Summary execution. Oké, amúgy a csávó megmaradt, szóval még lesz egy csatám ellene. Oké. Azt nem tudom, mire véljem, de köszönöm, hogy legyőzték őket.
The Bloody Harvest. Oké, felégették a várost. Oké, amúgy... Hova teleportált? Várjunk, az AI átteleportált oda. Akkor... The fuck? Hát én onnan jöttem. Nem, én itt voltam. De hát, ott a vörös. Oké, nekem ide kell lejutnom. Ide... Tsarina Catherine of Kislev. Kéne ugye... Ez? It is mine. Valójában ide kellett volna mennem? Meg lehet. What fool dares touch me? Unleap! The motherland fights as one! Igen, le kell jutnom ide. Mi a... The Ice Queen never fails. Álljunk, lejövök utána ide, át ide, ide és ide. Azt hiszem. Vagy... vagy innen ide és... Nem, ott már voltam. Érdekes. You cannot deceive the deceiver. Érdekes. Ice Witch. Oké, arra a Lordra valójában nincs szükség. A gift for all the mothers. Stay healthy, Kislev. Oh, hello. Denied. Okay, ez egy elég erős seregnek tűnik. Patriarch of Kislev, move or face the flame. Maiden of the frosts. Oh yeah. Never yield. Hát, hogy őszinte legyek, ezekkel én nem szeretnék harcolni, szóval... Megyünk innen. Igazából van itt egy küldetés, hogy fosszam ki azt a falut. És azt igazából jó lenne megcsinálni. Oké, ha minden igaz, meg fogják támadni ugye azt a falut. Vagy csak arrébb mennek? Igen, csak arrébb mennek.
Megsemmisült a Quelig frakció, sose láttam még őket, de oké. Ah, elérem őket. I am Kislev's daughter. Execute any stragglers. Which to be? Gospodár. Oké, ugye két kör és Prág 4-es szinten lesz. Oké. Okay. Ez így nem a legjobb, de rendben. Lehet amúgy, hogy elfogadják a támadást. Oké, okay. Nem bár túl jó lett volna. Jó lenne ugye kifosztani ezt a falut, mert kapok ugye érte egy csomó pénzt. Warm your hearts with Orson's bread. Igen, ugye az AI jó helyen van valójában. Oké, megtámadnak ők engem, de ugye az lesz, hogy visszalépek. És ha utol is ér, az erősítés az erőltetett menetben lesz, ami... Vagy ugye az nem is jön. Gondoltam amúgy, hogy utolérnek. De ugye arra számítottam, hogy az erősítést ugye erőltetett menettel küldi az AI, de mégsem. Oké, amúgy ez egy egész király átkelős csata. Itt ugye egy folyó van, ami azt jelenti, hogy az egységek kicsit lelassulnak. Ami szintén nagyon jó. For Kislev. Born into power. We are Kislev. Moving. Okay, az eltalálta. Hát mondjuk ebben a csatában nem sok hasznát veszem a lovasoknak egyelőre. Á, mondjuk... itt jobb lett volna védekezni. Mert akkor ugye, hogyha itt védekezek, akkor lovassággal tudtam volna használni Ábakker. Ja, ez már csak ilyen. Nem mindig jó védeni ugye a hidat. Like
Csak azért, mert ugye hidas csata nem jelenti azt, hogy... vagy átkelős csata, nem jelenti, hogy ott kell harcolni. Oké, okay, izéket jó lenne megmenteni. A koszárokat. Wow, győztünk. Hú, oké. Igen, ez valójában jobb lett volna, hogyha ugye itt védekezek. Rendben, ugye kicsit gyógyítani kell a karaktereket, és közben üldözni a menekülőket. Jónak jó volt, de jobb is lehetett volna igazából. Ha minden igaz, mind a három páncírozott koszár egység megmarad, ám bár ezek itt nem biztos, mert ugye csak heten vannak. Oké, az egységek megmaradtak. Fetch my lash. És egy frakció megsemmisült. Goya. Plusz kell ugye a Stand Your Ground, és fejleszteni kéne most már a Lordot. Meg a hőst. Várjunk, ha most leképzem őt, veszítek 600 dénárt, ugye? De ha leképzem a következő körben még őt is, szerintem többet nyerek, mint ugye az a 600 dénár, mint amit veszítek, ugye, mert egy körig fenn kell tartsam ugye ezt a karaktert. Meg ugye miatta más egységek, más seregeknek is megnövekszik a fenntartása. Baron of the Motherland. Oké, itt vannak. I'll ignore that. Patriarch of Kislev. Warm your hearts with Orson's breath.
Oké, amúgy... az AI megint előttem van. Ő már ugye ott van, sajnos. Arra gondoltam, hogy megint erőltetett menettel kell előre menjek. Oké, irány ugye ide hátra az egységekkel. Az Ice Guardok már aranygerendásak. És hősök el előre. Ez a mágus nő nagyon nem bírja amúgy. Pedig van neki, mondjuk 35 melee defense, az valójában nagyon kevés. Oké, Ice Guardok irány az ellen, a Blue Horrorhoz nincs. Oké, gyorsan. Kéne oda egy gyógyítás. Leopárdot kéne gyógyítani. Oké, nem akarom, hogy meghaljon a csávó, mert lehetne belőle még egy csata. Ha ugye túléli. Oké, ez jó volt. Mert ugye tudtam gyógyítani a leopárdot is. Send them to the lake. Oké, megsemmisült. Na mindegy. Zarina Catherine of Kislev. Oké, ugye kéne fejleszteni a scoutingot, és... majdnem beérek. Muszáj erőltetett menettel mennem. Oké. Most vagy ugye az lesz, hogy megtámad az AI, vagy az lesz, hogy elmegy. Ha elmegy, akkor igazából utolérem. Ha megtámad, le kell győzzem. De a legjobb az egészben, hogy utolértem. De igazából még nem vagyunk kint az erdőből. Itt van két ilyen, ezt egybe kéne rakni. Crown of Command, az nem jó. Amúgy van tényleg egy ilyen, a Book of Ashur, az valójában nagyon jó. Tényleg azt oda kéne adni. Neki. Ja. És... van egy ilyen Trickster Shard, meg ez a Snowflake Pendant. Nagyon rossz. Blood of the Motherland. Plusz 5 melee defense és expert charge defense. Valójában az jó.
Ja, azt megtartom. Az valójában jó. Odaadom egyik hősnek majd. Várjunk. Odaadom... Nem neki, hanem neki. Plusz 5 melee defense, ugye, az nagyon király. Az nagyon jó amúgy. Meg ugye az expert charge defense. Ah, oké, akkor jön még egy körváltás, és lássuk, mit lép ugye az AI. Azt hiszem nem támad meg. Ó, oké, az jó. Ő, bakker, ó, te, várjunk, Kugat Plague Father visszajött. Ő. Várjunk, én úgy emlékeztem, hogy csak egyszer lehet bemenni ugye egy hőssel. Várjunk, valami nem oké. Valami... Ó, sejtem, hogy mi a helyzet. Nem ugyanúgy működik a dolog. Szóval... Ahol nekem ugye a portál pirosat mutat, az az AI-nak nem feltétlenül ugyanaz, mint nekem. Ó, hát persze. Akkor valójában jók vagyunk. Igen, belépett Grease's Gold Tooth is. Ide. Igen, ugye ez a portál az AI-t ide dobta, de valójában engem ide fog dobni. For the motherland. Igen, Kugat Plague Father visszatért. És itt van ugye Grease's Gold Tooth. Király. I'll take everything you own. Nothing. Ja igen, van neki egy ilyen, hogy Stonehorn, az elég veszélyes. Oké, és most ugye az épületek építése, például ez az épület ugye 1410 dénár, ez lenne ki 3760, ám bár ha leképzem őt is, I was trained for this. Így már csak 2160, ugye? Ó, wow, rengeteg pénzt megspórolok, te úristen, mennyit! Jézus Mária, mennyi pénzt megspórolok ezzel? Ajajaj. Ajajaj, nagyon-nagyon sokat. Elképesztően sokat valójában. Kéne ugye ez az épület, mert kéne az extra bevétel. Mert ugye arra gondoltam, hogy már a következő, mikor ugye megjelennek megint a portálok, akkor addigra nekem valójában már, vagyis Catherine-nek, nem nekem, Catherine-nek ugye Tsargard egységei kell legyenek, Iceguardokkal, Griffon Legion és Little Grom. Ice Witch. Storm summon. Ja, ez rendkívül sok pénzt megspórolt nekem. Destroy these. Oké, ambár. Arra gondoltam, zárom a videót, és a következő részt azzal kezdem, ugye, hogy ezeket itt le fogom győzni. Utána pedig körváltás, és nagy valószínűséggel Grease's Gold Tooth az, vagy az aranyfog. Nevezzük csak aranyfognak, sokkal könnyebb kimondani. Ugye meg fog szerintem támadni. Vagy nem. Majd ugye ki fog derülni. Ja, kb. Ennyi lett volna. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!